persze. Hogy milyen játék a Forza Horizon? Olyan, ami ennek egy félig szimulátor, félig arcade versenyautós játéknak lennie kell. Szép és dinamikus. Na, sziasztok! Na jó, azért ez így mégiscsak durva lenne. Az Xbox 360 exkluzív Forza sorozatot szerintem nem érdemes részletezni. Az viszont gyanítom többeket is meglepett, amikor az idei E3-ban bejelentették a Horizont, a széria első nyílt világú tagját. Hogy a Horizon vonal mennyiben kilengés csupán, vagy mennyiben képviselje a Forza 180 fokos szemléletváltását, most még korai és főleg alaptalan lenne megtippelni, de az biztos, hogy ez a játék valami bitangjóra sikerült. Forza Horizont az egyszerűség kedvéért két részre tagolom. A versenyen kívüli, úgynevezett free roaming részekre, valamint magukra a versenyekre. Az egyes versenyállomások között van lehetőségünk róni az utakat, csapatni, ahogy a nagykönyvben meg van írva, és kerülgetni a civil járműveket. A környezet nagyon szépen néz ki, amire csak rátesz egy lapáttal a folyamatos napszak beáltakozás a háttérben. Miközben repesztünk, mindenféle pontokat zsebelhetünk be az útszélen található szponzori táblák elkaszálásáért, a trafipaxoknál mért sebességünkért, amit aztán a rendszer összevet a live barátaink azonos helyen mért eredményeivel, de időről időre feltűnnek úgynevezett sufni kincsek is, azaz pajtákban felejtett autó régiségek, mint például a Goldfingerben látott Aston Martin DB5-ös csoda. Az egyes versenyek pontos helyét térképen kapjuk meg, és megjelölhetjük akár a célállomást is, vagy barangolásra is alapozhatunk, ha úgy tartja kedvünk, aztán belebotlunk, amelyikbe belebotlunk. Aztán ugye itt vannak maguk a versenyek. Ez némileg eszementebbre sikerült, mint a korábbi kötött pályás Forza futamok, persze továbbra is a klasszikus versenyszámok a dominánsak, de lesz, hogy repülőt kell lehagynunk, vagy éppen egy hőlégbalont. A versenyek alatt nyilván a győzelem a lényeg, de a játék figyeli azt is, az idő visszatekerő segítséget hányszor használjuk, illetve hogy a stílusunk mennyire látványos, azaz mennyi driftelünk, ugratunk, mennyire vagyunk gyorsak, vagy éppen erőszakosak. Eltérő terepviszonyú pályákon fogunk tudni versenyezni, ahogyan egyébként maguk a futamok is bizonyos feltételhez vannak kötve. Például csak japán autók mehetnek, vagy csak négykerék meghajtásúak. A verseny előtt mindig van lehetőségünk autót cserélni, vagy éppen újat venni. Az összes elérhető autó már a kezdetkor megvásárolható, feltéve persze, hogy van rá elegendő dellánk. A versenyekkel újabb és újabb szintű karszalagokat válthatunk ki, amiket ha felveszünk a központban, újabb kvalifikációt szerezhetünk magasabb szintű versenyekben. Természetesen megmaradtak ugyanitt a tuningolási lehetőségek is, aki szeret elveszni a részletekben, gond nélkül megteheti, de ennek az automatikus változata is elérhető természetesen mindazok számára, akiknek a lengés csillapító kifejezés nem mond semmit. Külön zseniális, hogy a megnyert versenyek végén lehetőségünk van farok méregetni live barátaink szellemautóival is, ezáltal jobb eredményt elérni, mint nekik sikerült. Vannak ezen kívül úgynevezett PR versenyek is, például érjünk el egy bizonyos végsebességet az adott trafipaxig, vagy juttassunk el egy kocsit A-ból B pontba sértetlenül. Mint látható, a versenyszámok igen változatosak, feltűnően jók ahhoz képest, hogy volt bennem némi szkeptikus hozzáállás az elején, a Forza Horizon azonban ügyesen ültette át azt a fajta eleganciát, ami a sorozatot eddig jellemezte, a Need for Speed féle játékok uralt a zsánerbe, nyakon öntötte egy kis fesztivál érzéssel, a végeredmény pedig az utóbbi évek egyik legjobb autóversenyes játéka. A szimulátor érzés azért némileg visszafogottabb lett, nem zavaróan, csak érezhető, például amikor odalépünk a Mustangnak, kevésbé érezzük a zabolátlan erőt, mint például a Forza 3-ban, de ennek ellenére nem fabatos autókat kapunk, érezhető a különbség az egyes modellek között. Nincs az a bizonyos téglából túlpakoltság érzés, amit például Sas kollega sérelmezett a Most Wanted-ben. A játék egyéb technikai paraméterei is nagyon rendben vannak. A grafika kifejezetten szép, de ami a legmegkapóbb, az a szalonautók kinézete, amit percekig lehet nézegetni. Jaj, Istenem. Egyébként vannak választható rádióállomások is, egész komoly kis kollekció van dubstepből, de őszintén szóval én a rockadót hallgattam, ahol Arctic Monkeys, The Hive, Last Prophet és társaik szólnak, vagy éppen az új fiú, azaz a játékos sikereit ecsetelik lelkesen a műsorvezetők. Aztán van itt egy multiplayer. Én derekasan bevallom, olyan béna vagyok benne, hogy a szótárban én lennék a bénához az illusztráció, viszont az is tény, hogy olyan iramot diktál, mint a rendes versenyautós futamok. Különböző kategóriák vannak különböző típusú verdáknak. A versenyek végén szintet lépünk, ami bevallom derekasan nem tudom mire jó. Időnként a játék sorsol is ezt-azt, hol játékbeli pénzt, hol kiold nekünk buliból egy autót. Egyébként amennyire megfigyeltem, itt nem is annyira a sebesség számít, sokkal inkább, hogy a játékosnak mennyi türelme van. Attól, mert valakinek jobb kocsia van, még nem okvetlenül boríték volt a győzelme. Ezt sajnos többször is benyeltem, és ha bár értékelem a Forza Horizon multis bájait, az biztos, hogy más vérmérsékletű embernek készült, mint én vagyok. A
Forza Horizon az idei év legjobb versenyautós játéka, bár ez a kép lényegesen érdekesebb lett volna érdemi ellenfélelé 2012-ben, akinek benzincsorog az erejében mindenképpen próbálja ki, mert nagyszerű érzés, beszippantják a lóerők az embert és nem eresztik. Számomra kevés olyan játék volt, ami a maga módján az év játéka, talán így évvége felé mondhatom, hogy a Spec Ops The Line és a Binary Domain voltak azok, amik idén tényleg megérték az árukat, legalábbis azok közül, amiket láttam, de a csapatban most már harmadikként felsorokozhat a Forza Horizon is. Ja, és nem említettem a magyar nyelvű feliratot, szóval még az angol tudás sem elengedhetetlen, nem mintha ez bármelyik autós játéknak sarokköve lenne. Elismerő pillantások, kalaplengetés és mély meghajlás mindenkinek, aki az ügyön dolgozott. Szép volt, fiúk, lányok. Sziasztok!